Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 18-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Ismét találkoztak a település intézményvezetői a Városházán. Sztárfellépő koncertjével zárult a Kőkút heti programsorozat. Új egészségmegőrző sorozattal jelentkezett a civil szervezet. A gombafogyasztásra buzdítja az embereket a múzeum. Rendszeres időközönként invitálja meg a városvezetés a településen működő létesítmények vezetőit, így legutóbb október 18-án is. A találkozó során többek között az új képviselőtestület és bizottsági tagok is bemutatkoztak, de a Soproni Egyetem és a Tatabányai Tankerületi Központ is jelen volt a rendezvényen. A városban működő intézmények fenntartói és vezetői kaptak meghívást a Városházára október 18-án pénteken. Már hosszú éves hagyománya van Tatán az intézményvezetői értekezletnek, ahol az érintett személyek a találkozó során kapnak tájékoztatást a települést érintő újdonságokról és aktualitásokról. Sok évvel ezelőtt sűrűn találkoztunk az intézményvezetőkkel a városban, viszont sok-sok intézmény kikerült a város fenntartásából, és mások a fenntartói ezeknek az intézményeknek, így velük ritkábban szoktunk összejönni, és az az igény merült föl részükről is, hogy ne csak az önkormányzat saját intézményeivel találkozzunk sűrűbben, hanem ők is kérik, hogy kapjanak tájékoztatást, így fél évente, általában a tanév fél évének a kezdetén szervezünk egy-egy ilyen alkalmat. Mostani találkozónknak különleges többletet ad az, hogy új képviselőtestület állt föl a városban, megtörtént az alakulóülés, elindul a munka, tehát talán egy jó pillanat az, hogy most bemutassam az új képviselőtestületet a város intézmény vezetőinek, illetve tartsak egy olyan tájékoztatást, amiben az elmúlt időszaknak a fejlesztéseiről, ügyeiről külön is szólok és mutatom be. Ez mellett meghívtam a tankerületnek a vezetését is, a Tatabányai Tankerület, aminek ez a neve, de igazából az a fél megyére érvényes, tehát ez nem egy tatabányai szervezet, csak ez a neve, tehát oda tartoznak a mi iskoláink is ebbe a tankerületbe, és a szakmai igazgató fog tartani egy tájékoztatót, hogy a tankerületben mi minden történik. Tatabányai Tankerület vezetése mellett itt van a Soproni Egyetem pedagógiai karának a DK-helyettese a mai értekezletünkön, de a szakképzési centrum is képviselteti magát, és természetesen a városnak azokat az intézményeit is meghívtuk, akiknek vagy egyházi, vagy alapítványi fenntartójuk van. Magyarul Tatán mindenki, aki valamilyen olyan jellegű feladattal foglalkozik, ami intézményi formában történik, a vezetőit meghívtuk. Én azt remélem mindig ezektől a találkozóktól, hogy egyrészt oda-vissza van egy párbeszéd, tehát mi is meghallgatjuk az ő felvetéseiket, másrészt pedig tudunk közvetlenül olyan tájékoztatást adni, amit hát ne az újságból vagy egyéb helyekről kelljen megtudniuk az intézményvezetőknek, hanem közvetlen a város vezetésétől. Programokban nem volt hiány október közepén a Kőkuti Általános Iskolában, ahol az intézmény nevével fémjelzett tematikus eseménysorozatot egy koncert zárta. A helyszínen a kezdetektől egy-egy sztár fellépő lepi meg a diákokat, idén Vastag Csaba lépett színpadra városunkba. Vastag Csaba fonogramdíjas magyar énekes hangja töltötte meg a városi sportcsarnokot, aki egyben a Kőkút hét programsorozat meglepetés vendége is volt. A Tatai intézményben már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van a rendezvénynek, és bár az elmúlt alkalmakkal nem sikerült sztár fellépőt hívni a kezdeményezésre, idén a diákok és a pedagógusok legnagyobb örömére már erről az élményről sem kellett lemondani. Hát sajnos el tudom mondani, hogy én az összes fellépővel találkoztam, akit fellépett a Kőkút héten. Én azt gondolom, hogy ez most újra előjött, mert most több éven keresztül nem sikerült ilyen dolgot szervezni. Most ebben az évben szerencsénk volt, és meg tudtuk oldani, hogy ismét egy sztárvendég léphet fel, és zárhatja a Kőkút hetet. A gyerekek még nem tudják, hogy ki lesz a sztárfellépőnk,
Igazából egy teljesen prózai oka van annak, hogy pont a Csabát kértük meg. Ide jár az egyik unokahúga hozzánk az iskolába, és így merült fel az a lehetőség, hogy esetleg megkérdeznénk, hogy eljönne hozzánk zárni ezt a díszes napot. Rendkívül jól sikerültek a programok, természetesen egész héten csináltuk a feladatokat. Jövő héten pénteken fogjuk majd értékelni, akkor kapják a gyerekek a jutalmakat. Hál' Istennek sikerült jutalmakat beszerezni. Én azt gondolom, hogy minden gyerek rendkívül jól érezte magát, és a tanárok is jól érezték magukat, szerencsére olyan programjaink voltak. A Kőkút hét nagy múltja példaértékű lehet az oktatásban, hiszen ilyenkor a gyerekek az élményközpontú pedagógia mellett építhetnek kapcsolatot, tanulhatnak játékosan és tölthetnek el minőségi időt egymással. Ezért a mindennapokban is sokat dolgozik városi szinten a diák önkormányzat. Ennek fontosságára hívta fel a figyelmet Vittung Dániel alpolgármester. Számomra így a szívemhez különösen közeli az élmény, mert hát ha jól számolom, 16 éve ballagtam el innen a Kőkuti Általános Iskolából. Hát most egy más titulusban vagyok itt, a helyi diák önkormányzatnak a vezetősége meghívott, hogy vegyek részt az eseményen. Hát azt kell mondjam, hogy diákként is a Kőkút hét volt talán a kedvencem, így megsugva, hogy biztos az oktatás, hogy mondjam, kevesebb óra számában történő dolgai miatt, de nagyon jól érzem magam itt, most nagyon sok szép emlék van itt a folyosókon, ahol ezelőtt mondom, közel 16 éve még rám szóltak, hogy ne futkossak. Hát nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy innentől az önkormányzat egy fokkal jobban fog a diák önkormányzatokkal együttműködni. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot magamra is szeretném majd vállalni, megbeszélem majd a polgármester úrral ennek a folyamatát, úgyhogy ez egy jó kezdeményezés, reméljük, hogy sokkal több eseményt tudunk innentől szervezni, egy jóval erősebb diák önkormányzattal, diák programokkal, hiszen Tatát szeretnénk diák fővárossá tenni, úgyhogy ebben próbálunk mindent elkövetni. A Kőkút hét záró eseményére a Fazekas utcai általános iskola diákjai és tanárai is meghívást kaptak. Aktív résztvevője a város közösségi életének az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület. A civil szervezet havi rendszerességgel szervez tematikus klub délutánokat, azonban októberben már egy új programsorozattal jelentkezett a szervezet, amely az egészségmegőrzés fontosságát hivatott népszerűsíteni. Egy gyógynövényből készült el, vagy főzek. Többek között a gyógynövény fogalmának jelentésére is választ kaphattak azok a vendégek, akik ellátogattak az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület legújabb programsorozatára. A civil szervezet Gyógyító Praktikák címmel indított rendezvényt, amely első alkalma a Magyari Házban zajlott nagy érdeklődés mellett. Szeretnénk követni ebben is az eszterháziakat, akik iskolákat hoztak létre, tudást adtak át az embereknek, és mi is ezt követjük, hogy az egészségünk megőrzésébehez kapjunk tanácsokat, ezt kértük segítségükbe a Pataki Laurát. Azért az Eszterházi Klubban elég vegyes az érdeklődés, talán nem tudtuk megszólítani az embereket, de bízunk benne, hogy ezek a gyógyító praktikák jobban érdeklik. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal tudatosabbak az emberek napjainkban, azonban még mindig vannak hiányosságok a gyógynövények területén. Balpataki Laura természetgyógyász évek óta dolgozik ennek népszerűsítésén, így örömmel vállalta el a közreműködői szerepet Tatán is. Gyógynövényvakságba szenvedünk, én azt gondolom. Tehát megyünk az úton, megyünk parkokba nap mint nap, de nem tudjuk, hogy mi mellett megyünk el. És értékes növényeket vesztünk el ezzel. Úgyhogy ennek a kezdeményezésnek úgymond az a célja, hogy az embereket minél inkább ebbe a természetes világba visszacsempészük, mint régen, amikor annak idején ezzel főztek, foglalkoztak. Úgyhogy itt lehetőség lesz arra, hogy elméleti, gyakorlati, gyógyító praktikák, kérdésekre adott válaszok legyenek, illetve, hogy összehozzuk az embereket ebben a körben, ne legyen az, hogy mondjuk nem divat az, hogy gyógyítás tekintetében gyógynövényeket használunk, hanem legyen ennek újra egy kultusza, tehát legyen újra a divatba, én ezt szeretném elérni, szerintem a Viola is ezen van. Érzek háttér információ hiányosságot, és ezért is van ez a nap, hogy ebbe tudjon segíteni, illetve hogy ne az legyen, hogy boldog-boldogan mindent is szed, mindent egyszerre, és akkor az van belőle, hogy nem használt, fáj tőle a fejem, rosszul lettem tőle, mert a nem tudás úgymond nem mentesít ugye a felelősség alól, úgyhogy szerintem ezek ezért jók. A gyógyító praktikák sorozat várhatóan havi rendszerességgel jelentkezik az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület szervezésében.
Egyre nagyobb teret hódít a gombafogyasztás a magyar gasztronómiában, azonban a hazai átlag még mindig jóval kevesebb, mint más országokban. Többek között ez is kiderült a Kunidomokos Múzeum legutóbbi előadás sorozatán, ahol a gomba jótékony hatásairól tudhattak meg többet az érdeklődők. Majd pedig áttérünk a helyes gombaszedésre. A szabad egyetemi sorozat után ismét izgalmas előadással tért vissza a Kunidomokos Múzeumba Deminger Csilla, a régésztechnikus, gombaszakellenőr. Az intézmény szervezésében legutóbb a gomba gasztronómiában betöltött szerepéről tudhattak meg többet az érdeklődők, hiszen bár egyre nagyobb teret hódítanak hazánkban is a fajták, mégis félve vagy fenntartások mellett fogyasztják az emberek. A kezdeményezés célja a jótékony hatások népszerűsítése volt, de természetesen a hivatalos ellenőrzés fontosságára is felhívták a megjelentek figyelmét. Téma inkább a gasztronómia irányába fog elmenni, és ezen felül szeretném bemutatni, hogy a gombák milyen fontos fehérjéket, nyomelemeket és vitaminokat tartalmaznak, ami az emberi szervezet számára nagyon fontos, és hát vannak olyan részei, olyan vitaminok, amit gyakorlatilag az emberi szervezet nem tud úgymond előállítani, és a gombák által ilyen eszenciális zsírsavak például, azokat ilyen külső módon kell úgymond a szervezetbe bejuttatni, és az a gombákban megtalálható. A lakosság körülbelül évente 2,5-3 kg gombát fogyaszt, addig itt Magyarországon körülbelül ez ilyen 1,5 kg között mozog, tehát így elmaradunk úgymond az európai nagy átlagtól, amit talán én abban érzékelek, hogy nem elég jó a médiája, nem elég jó a kampánya a gombafogyasztásnak, meg talán az edukáció hiánya. Szerintem egyértelműen a vargánya, mert mindenki a gomba, az igazi gomba a vargánya. Most még pont így a szezonjának a végét el lehet csípni, de hát most a nagy őzlábgomba, azt is mindenki úgymond bátran gyűjti, mert ismeri. Tehát most az őszi gombáknak ezeket mondanám, amik ilyen nagy slágerek. Nagyon oda kell figyelni, hogy azért nem szabad bizonyos gombákat túlságosan hőkezelni, de viszont vannak olyan gombák, amiknek előírt a minimum 20 perc hőkezelés, mert olyan anyagok vannak benne, amik ez alatt a 20 perc hőkezelés alatt eliminálódnak, és úgymond a szervezetre nem gyakorolnak negatív hatást, ellenben, hogyha ezt nem tartjuk be. Rutinból ne szedjünk gombát, tehát tényleg mindig vigyük el szakellenőrhez. Van egy nagyon jó térképes alkalmazás, ahol településenként rá lehet keresni a gombaszakellenőrökre, az elérhetőségükre. Egy telefon szerintem megér. Tájékoztatást tett közzé honlapján Tata város önkormányzata. Azok a tatai 45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, 2024. október hónapban névre szóló meghívót kapnak a szűrővizsgálatra. A vizsgálat időpontja október 7-től a szűrőállomással egyeztetett időpontban folyamatos, a vizsgálat helye pedig a Szent Borbála Kórház. További információk a tata.hu weboldalon olvashatóak. Terítéken a Természet kincsei címmel szervez programot az Agostyáni Arborétum október 18-án. A helyszínen délelőtt 10 és délután 2 órakor ingyenes szakvezetésen vehetnek részt az érdeklődők, délután 4-kor az Eszterházi Énekegyüttes és az Agostyáni Dalkör fellépésére kerül sor, de kistermelők és természetvédők is várják a kihelyezett standjaiknál a megjelenteket. Következzenek péntek esti híreink, még egyszer, röviden. Ismét találkoztak a település intézményvezetői a Városházán. Sztárfellépő koncertjével zárult a Kőkút heti programsorozat. Új egészségmegőrző sorozattal jelentkezett a civil szervezet. A gombafogyasztásra buzdítja az embereket a múzeum.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 18-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen archív felvételeink következnek, friss hírekkel pedig legközelebb, jövő hét hétfőn jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!